Dózsa László a ma is élő pesti srácok egyike. 1956. októberének személyes élményeit írta meg a Bohóc vérben és vasban című könyvében. A kötet egyszerre drámai hangvételű életmű, fordulatos had és színház történet, irodalmi szellemidézés, amelyben a főszereplő édesanyján kívül megjelenik egy titokzatos néplegeti fehér bohóc, aki a szerző számára a szabadság szimbóluma volt. A művész 10 évvel ezelőtt kiadott művének felhasználásával mesélt a nyíregyházi közönségnek gyermekkoráról és a forradalom eseményeiről. Gyermekéveit a néplégeti cirkuszban töltötte, hiszen édesanyja Tisler Erzsébet artista, nevelőapja pedig Kemény Henrik bábművész volt. A vidám esztendőknek a forradalom vetett véget, amikor 14 évesen a legendás pesti srácok egyikeként vett részt az utcai harcokban. Súlyosan megsebesült, halottnak hitték, és tömegsírba dobták, ahonnan szerencsésen megmenekült. Elvittek a Szabolcs utcai zsidó kórházba, ahol Kárpáti professzor úr 10 órás műtéttel megmentette az életemet. De két szilánk még mindig a fejemben van jó mélyen. Ehhez nem lehet hozzányúlni. És ezek bármikor az életem végét jelenthetik. Hogy egy kicsit patetikus legyek, mégis boldog és büszke vagyok, mert tudom, hogy ez a két szilánk is szög volt a kommunizmus koporsójában. A színművész úgy véli, az 1956-os forradalom 60. évfordulóján fontos, hogy emlékezzünk a névtelen áldozatokra és a névtelen túlélőkre is. Ma is rengeteg forradalmár nevét nem ismeri a történelmi statisztika. Tehát a történészek általában dokumentumokra hivatkoznak, úgy tudnak kutatni, de nekem rengeteg bajtársa van, akik sajnos már nincsenek az élők sorában, de nagyon sok van, akik még élnek, akik nem kalapolnak kitüntetésekért, pénzekért, és tényleg a társadalom perifériáján tengődnek fillérekből. Én ezt minden fórumon elmondom, hogy vannak sztár 56-osok, ezek közé tartozom én is, tehát nagyon sokan egyébként, Winter Bari, ez nem kisebbíti a mi érdemeinket, de nekem mindig úgy érzem kötelességem megemlíteni ezeket az ismeretlen áldozatokat is. A Megyeházán rendezett műsorban közreműködött Agárdi László színművész. Miért a világrendet?